Ahogy mondtam önöknek, ma a parlamentben a tavaszi ülésszak első napján, amikor az elmúlt pár hónap kormány döntéseit értékelte és ismertette a miniszterelnök, akkor természetesen az elmúlt 4 év eredményeit is szóba hozta, hiszen ennek a kormányzati ciklusnak rövidesen vége, már nem is sokat ülésezik a választásokig a parlament. És hát volt több ilyen elmúlt 4 év kormány értékelő a parlamentben és a parlament falain kívül is. Például a Bibó István Közéleti Társaság hétvégén tartott egy Orbán kormány elmúlt 4 évét értékelő rendezvényt, és nem fogok mindenkitől egy-egy mondatot idézni, de Csillag Istvántól fogok. Azt mondta, úgy fogalmazott, hogy ma még előttünk áll az évszázad legérdekesebb politikai kísérlete. Én még nem hallottam arról, hogy választásokon győztek volna le maffiát. Ha sikerül, akkor itt a helyünk és a gyerekeinknek is. Kunce Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Köszönöm, jó estét kívánok! Aki szintén ott volt a rendezvényen, de nem volt heves vita, nem ott szerezte a sérülését. Nem, és elnézést kérek, hogy az ön által okozott esztétikai élvezetet ennyire lerontom a megjelenésemmel. Ön csak más jellegű a probléma. Emelni tudja az esztétikai élvezetet, majd mindig önt mutatjuk, és akkor így a nézők is megnyugodnak. Nos, szóval, hogy ön is ezen a rendezvényen részt vett, és azért az, hogy előttünk áll az évszázad legérdekesebb politikai kísérlete, és akkor itt most a maffiát, azt nem folytatom tovább, hogy miért mondta Csillag István, hanem ez tényleg egy érdekes politikai kísérlet. Most, hogy a teljes körű összefogás megvalósult, ennek ön is részese személyesen, ez egy érdekes kísérlet, vagy egy esélyes kísérlet, hogy látja? Ez egy jobb esélyt adó helyzet, mint volt az ezt megelőző. Az ellenzéki pártok rájöttek, hogy nem oszthatják tovább a szavazóikat, és nem jó, ha egymás ellen küzdenek a választásokon. A Csillag István pedig az előadásában végigvette, hogy mi történt a gazdaságban az elmúlt 4 évben. A Bibó Társaság minden évben a köztársaság állapotáról tart egy konferenciát, és ez történt most is. Szóval ő végigvette, hogy mi történt a gazdaságban az egyik oldalon. Ugye sorra nem teljesültek a különböző ígéretek, mondjuk az államadósság csökkentése, mondjuk az 1 millió munkahely időarányos része, mondjuk a gazdasági növekedés 5-6-7 nem tudom én hány százalékos, mondjuk a munkanélküliség csökkentése, vagy csak statisztikai trükkökkel. Szóval ezek mind nem teljesültek, ugyanakkor a másik oldalon pedig egy nagyon szűk réteg hihetetlen gazdagságra tesz szert, többek között ilyen módszerekkel, mint amelyekről épp az imént beszélt Dávid úr a takarékszövetkezetek esetén, de most éppen nem nyilvános kicsit, nem kicsit vannak felháborodva, igen. Igen, de hát az egy több száz milliárdos buli. Hát ott valakiknek ez az egész majd átcsusszan szépen a tulajdonába, mert most a MFB segítelmével megveszi egy cég a takarékszövetkezeteket, ezt a céget meg már könnyen adják majd magánkézbe, úgyhogy észre se fogjuk venni. De hát ez a gázbuli a 40-50 milliárdos haszonnal néhány év alatt, ami ugye mostani hír, hogy az offshore cégeknek bejátszanak olcsó gázt, és azok adják el aztán a felhasználóknak egyébként drágábban, és így állami segédlettel magánszemélyek 40-50 milliárd forintos haszonra tesznek szert, de ugyanez a történet a 3000 milliárdos magánnyugdíj pénztári vagyonnal, és így tovább, és így tovább. Erre mondják azt a Magyar Polip szerzője és Magyar Bálint a szerkesztője, hogy maffia kormánya van Magyarországnak, és az a nagy kérdés valóban, hogy a választásokon az emberek tudomásul veszik-e mindezt, és azt mondják, hogy így szeretünk élni, vagy ugye az lesz a jellemző, amit most megfigyelhetünk, hogy másfél-két évvel ezelőtt a Fidesz hívek azt mondták, hogy csak 28%-uk mondta, hogy építsenek az oroszok atomerőművet, a többi azt mondta, hogy ne. Orbán kimegy, aláír. Erre a következő közvéleménykutatáson azt mondják a Fidesz hívek 52%-ban, hogy építsenek az oroszok. Na most nem hiszem, hogy az oroszok megváltoztak, azt se hiszem, hogy Paks megváltozott, Orbán változott, és a hívei vakon követik. Csak az az igazi kérdés, hogy mi számít itt most tulajdonképpen?
megyek vakon a szövegeik után, és mindent elfogadok, amit mondanak. Ha azt mondják, nincs tandíj, akkor sincs, ha a gyerekem vagy az unokám fizeti. Ha azt mondják, hogy Magyarország jobban teljesít, akkor is beájulok tőle a sarokba, ha egyébként a ismeretségi körömből több embernek a gyereke már nyugaton van. Beájulok pedig tőle a sarokba? Hát nem ez történik, de most őszintén. Hát nem ez történik, hogy mondanak valamit erre, nagyon sokan, ahelyett, hogy kicsit elgondolkodnának, hagyják, hogy mossák az agyukat és vezessék őket az orruknál fogva. Nagyon nagy kérdése lesz a választásoknak, hogy tényleg kik vannak többen, akik hajlandók egy kicsit gondolkodni, hogy mi is történt velünk ebben az elmúlt 4 évben, vagy akik azt mondják, hogy hát lehet, hogy én vagyok hülye, és csak én nem élek jobban, mert a többiek azt mondják nekem, hogy jobban élnek, ezért aztán majd összeszedem magam is, szavazok azokra, akik azt mondják, hogy én jobban élek. Hát nem tudok más elképzelni. Ugye az értékelések akár Csillag Istvántól, akár Balázs Péter volt külügyminisztertől, aki ugye a európai kapcsolatainkat elemezte, akár Magyar Bálinttól, aki pedig arról vetített egy képet, hogy mi történt a magyar társadalommal. Szóval nagyon jól leírták azt a helyzetet, ami az elmúlt 4 évben kialakult Magyarországon, és amiből most valahogy ki kellene jönnünk, mert ha nem tesszük, hiába beszélnek ők a jövőről, a jövőt már így is felérték, már azt is nagyon nehéz lesz majd visszahozni, és akkor még nem beszéltünk arról, hogy hogy közeledünk Európához, hogy mi lesz az európai értékrenddel, amit érvényesítenünk kellene, hogyha egy normális demokráciát akarunk Magyarországon, és az emberek hogy fognak felzárkozni az Európai Uniótól, mitől fognak jobban élni, amikor se gazdasági növekedés nincsen, se befektetők nem jönnek Magyarországra, és egyszerűen mindenki itt dagonyázik a változatlanba, és semmilyen irányba nem tud belőle kitörni, és a fiatal legjobbjaink erre fogják magukat, és elhagyják az országot. Hát néha az embernek az az érzés, hogy a két országban élnénk, vagy legalábbis ez a fejekben két ország képe rajzolódna ki, hogy ez a különbség miből adódik, ezt hosszasan lehetne sorolni, mármint hogy a különböző képek miből alakulnak ki. De például amit ma a miniszterelnök a parlamentben mondott, hát az homlok egyenes ellenkezője annak, amit ön itt most az előbb felsorolt. Hát jobban én teljesítünk, de a gazdaság jobb, ezt mindenki elismeri már, a gazdaság az, tehát még az elemzők, még a kormánynál is optimistábbak, a foglalkoztatás bővült, merünk álmodni, bátrak lenni, és így tovább. Hát álmodni azt szeret valóban a miniszterelnök, de mondok egy egyszerű példát a miniszterelnök beszédéből. Ugye azt mondta, hogy micsoda sikertörténet a pénztárgépek bekötése a NAV-ba. Hát hol az Isten szerelmére? Hát egyszerűen kisüzletek zárnak be azért, mert nem tudták megoldani, félnek a több tízezer vagy százezer forintos büntetéstől, visszaadták az ipart, megint megszűnt egy vállalkozás, amelyik mondjuk Szigetújfalun helyben a lakosságnak valamilyen szolgáltatást nyújtott. De azt mondta a miniszterelnök, hogy a tisztességes, becsületes kereskedőket soha nem is fogja a kormány magára hagyni, sőt. Na most a nyakukra ül, hát ezért nem hagyja magára, de ezt a hablatyot, amit a miniszterelnök mond, hát de komolyan mondom, hogy felejtsük már, én tényleg a végsőkig figyelek a szavaira, hablatyol, mellé beszél. Nem magyar, ugye Magyarország egy van, ez, amiben élünk, valamint egy meg lebeg a miniszterelnök szavaiban. Na de hát a kettő között ég és föld a különbség. Én tényleg meg vagyok döbbenve, amikor szemreben és nélkül ez egy korábbi nyilatkozata volt, hogy a kormány eltörölte a tandíjat. Az unoka öcsém fél évente 350 ezer forintot fizet. Hát a tandíj jelentősen megemelkedett, és lényegesen többen fizetik. Ugye azt mondja a Fidesz egyik kommunikátora, hogy a Gyurcsány kormány visszajön, és akkor újra bevezetik majd a tandíjat. Hol? Hát úgy be van vezetve a tandíj, hogy belegebednek a fiatalok, egy részük tényleg nem tud egyetemre menni. Sokan vannak közöttük, akik kimennek külföldre tanulni, mert igaz, hogy valahogy meg kell élnie, viszont a tanítása az ingyen van. Ha Magyarországon tanul, nem tudják a szülei támogatni, Budapesten is össze kell valahogy munkával szednie a pénzt, meg még a tandíjra is. Szóval az egész egy nagy hazugság sorozat. Magyarország ez alatt a 4 év alatt lemaradt, elveszítette a támogatóit,
és ferde szemmel néznek rá az Európai Unióban. Ez az az eredmény, amit ez a 4 év fel tud mutatni. Aztán a miniszterelnök elmesélheti, hogy hogy állította meg az árvizet, hogy hogy olvadt le tőle a hó, és hogy az ónos eső hogy lett érdes a hétvégén, mert ő ott volt, de mindez mese, habbal, hablaty. Hogyha van másfél, két, inkább kettő, vagy annál több szavazó, akiknek, ahogy az imént az ezt megelőző gondolatmenetében felvázolta, hogy akár Paks esetében látható, hogy hányan támogatták, és hányan támogatják most. Hát nem őket kell, őket nem tudják önök megszólítani, akár mit csinálnak, akkor sem. Ők maximum saját magukat tudják megszólítani, hogyha átgondolják, hogy ez most jó nekik, vagy nem jó nekik. De hát szép számmal vannak bizonytalanok, akiket meg még úgy néz ki, hogy nem sikerült megszólítaniuk. Igen, ez így van, és e tekintetben van is kritikám a összefogó pártokkal szemben. Ugye az egy lendület volt, hogy aláírták a megállapodást. Szerintem az MSZP-nek az a nagy rendezvénye szintén lendületet adott volna, és utána eltelt most már ugye egy újabb hét, és nem látom, hogy vinnék tovább, szóval nincs. Azon kívül, hogy összefogtak, még nem bontakozott ki, hogy ez az összefogás közösen együtt most mit hozhat. És ez egy probléma, mert hát a választások közelednek, én arra akarom őket rávenni, hogy ezt sokkal komolyabban kellene venni, mert ebből következik aztán az, hogy a bizonytalan szavazó végre elhigye, hogy itt van egy esélyes társaság, őket támogatom, mert azt gondolom, hogy jobb irányba viszik majd el az országot. Ugye elmondtam egy október 23-i beszédben, hogy nem az a kérdés, hogy hányan akarnak kormányváltást, hanem az a kérdés, hogy hányan hiszik el, hogy a kormányváltás lehetséges. Ezt a hitet kell az emberekbe betáplálni, és akkor a bizonytalanok megindulnak majd a kormányt váltani szándékozó politikai erők felé. Hát még van az ellenzéknek egy 2 hónapja, hogy ezt bebizonyítsa, hogy a hitet akarják, és meg is tudják csinálni, hogy táplálják az emberekbe. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.